A Duna és a Dráva zöld ütőérként táplálja és állandó változásban tartja a kontinens egyik legnagyobb ártéri életközösségét. Aki ide született, azt a folyók áradó és apadó ritmusa vezeti egy életen át. Dráva Nemzeti Park. Élet a nagy folyók ölelésében. A jégpajzs egyre vékonyodik a baranyai halastó felszínén. A lehalászás után a mederben hátrahagyott halak a térre idehúzódó rétisasok számára magát az életet jelentik. Olykor 40 példány is összegyűlik itt. Szemmel tartják a vízimadár csapatokat, és néha megmozgatják őket. Hamar kiderül, van-e köztük legyengült vagy sérült példány. Amikor néhány napra még visszadermed a táj, a tó felszínén jó szolgálatot tesznek a hegyes karmok a fékezéshez. A korcsolyával felszerelt erőművészek jól teszik, ha közel landolnak a prédához, mert a jégen fáradtságos legyűrni a távolságot. A levegő impozáns urait a síkos jégpáncél megfosztja méltóságuktól. Itt nem a nyers erő számít, sokkal inkább a jó egyensúlyérzék. Amikor viszont az egyik példány végre a levegőbe emelkedik a zsákmányával, azonnal átírja az esélyeket. Kezdetét veszi az igazi hajsza. A tél meghátrálni látszik, a Szársomjó hegyen virágot bont a magyar kikerics. A régi kétforintos hátlapjáról ismert, elsőként védetté nyilvánított növényünk kizárólag itt él a hazánkban. A tavaszi napfordulót követő első holtöltével a Mohácsi szigetről útnak indulnak az állarcos sokácok ladikjai. Ezzel kezdetét veszi a világörökség részének nyilvánított télbúcsúztató népünnepély, a busójárás. A dobok, kereplők, kürtök hangzavarát egyedül a városi fákon telelő füles baglyok szemlélik közönösen. Alkonyatkor mágia gyúl, a busók tánccal dévajkodva köszöntik a tavasz eljövetelét. A Kárpát-medence legnagyobb összefüggő vizes élőhelye ad oltalmat a hazai rétisas állomány zömének. A párok megerősítik összetartozásukat,
hatalmas fészküket együtt tatarozzák, készülnek a kikeletre. A tavasz megállíthatatlan. A dráva mentén a kockás lilium harangjai bólogatnak, harkályok kiáltoznak. A Lankóci erdőt tűzikék borítják. A mecsek erdős hegyoldalait medvehagyma illat lengi be. Szirmot bont a török időket idéző babócsai basakert nárcisz mezeje. Itt a déli végeken a vérre menő revírharcok állandosulnak, a tavalyi fióka is részesül az indulatokból. Ha nem dől el időben, melyik pár a jogos birtokos, megesik, hogy egy-egy sasfészek lakatlan marad. Ez nagy vonzerőt jelent az erdő többi lakója számára. Egyszerre ad fészek anyagot, élelmet, vagy akár kényelmes fészkelőhelyet. Az egymásnak szagjelekkel üzenő nyusztok számára az ilyen helyek leginkább a hirdető oszlop szerepét töltik be. Ha sötétben találkoznak, akár a nyuszt is győzhet, de ha a sas napközben érkezik, meg kell hátrálnia. Szerencsére a költések nagy része sikeres. Tavaszi zöldár érkeztével a Duna kilép medréből, a hullámtérben a fokok, tavacskák és mellékágak hízásnak indulnak. Körbe ölelik a vén füzek törzsét és utat találnak egymás felé. Ilyenkor a rovarok, csigák és más kisebb állatok nem tehetnek mást, az ég felé menekülnek. Mikor az ár visszavonul, a tócsákban szúnyoglárvák milliói fejlődnek, melyek táplálják az ide szorult halakat. Rájuk az ártér ikonikus madara, az óvatos fekete gólya vadászik. Hazai nagyvaddjaink jó úszók, szaporulatukat csak a legnagyobb árvizek képesek megtizedelni. A vadmentő dombok és töltések legtöbb esetben menedékül szolgálnak számukra. Az ehhez hasonló ártéri paradicsomok a 19. századi folyószabályozások hatására fokozatosan eltűntek a kontinensről. Gerinc mára Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdejévé magasztosult. Hajnald Lajos kolocsai érseknek köszönhetően menekült meg, aki 1867-ben elhibázottnak tartotta, ezért nem adta áldását a folyószabályozási tervekre. Ezzel nem csak az érseki erdőt és a helyi ártéri halászatot mentette meg, hanem e felbecsülhetetlen természeti örökséget is az utókor számára. A Dráva Európa egyik utolsó, természetes állapotú folyója. Szüntelenül épít és rombol. A magyarországi halfajok kétharmada honos itt. A barcsi nagybereg lefűződött holtágában portyázó aranysakál szaglása mágnesként vezeti őt egy sárba ragadt halhoz. De neki sem árt,
ha meggondolja, hova lép. Ahogy a szürke, gémtele fiókáit is nagyrészt hallal táplálják a szüleik, a kirepülés előtt álló csokoládébarna sas fiókákhoz is hallal érkezik az öreg madár. Szerencsés években akár 3 fióka is felcseperedhet egy-egy fészekaljban. Hamarosan eljön az ideje, hogy a fiatalok maguk is tökélyre fejlesszék halásztudományukat. Sok gyakorlással végül nem marad el a siker. Az erdő és a víz sokáig egyet jelentett a megélhetés és a munka fogalmával. A két nagy folyó bőséggel ontotta a halat, forgatta a malmokat. Ős foglalkozások egész sora kötődött a tájhoz. A több tucat vízimolnár és a szénégetők mára szinte nyomtalanul eltűntek a folyók mellől. Szerencsére akad még elhivatott hagyományőrző, aki életben tartja a kis szerszámos halászmesterség ősi tudományát. Aszályos években előfordul, hogy kiszárad az ártér, és a folyómederből szinte eltűnik az életet adó víz. Ilyenkor elfeledett idők emlékeként rejtett hajóroncsokat fed fel a Duna és a Dráva. A 25 éves Duna-Dráva Nemzeti Park egyet jelent a történelemmel. Fél évezreddel a Mohácsi csatát követően restaurálják a Nemzeti Emlékhely sírkertjének szobrait. A tömegsírok feltárása számtalan új információval szolgál a régészek és az antropológusok számára. Európa egyik legpompásabb szarvasállománya a Gemencben, a Dráva mentén és az Ormánságban él. Bőgéskor szünet nélkül zeng az erdő, a nagy verekedések csak a reggeli órákra csitulnak el. A bikák a tehenek minden lépését követik. Ilyenkor lehet szerencsénk a nappali hőségben is a holtágakat keresztező rudlival. A vetélkedés heteiben az erejük tejében lévő bikák akár testcsúlyuk 1/5 is elveszíthetik. Ilyenkor nemigen táplálkoznak, viszont annál gyakrabban oltják szomjukat. Persze nem mindig az győz, akinek a legnagyobb a hangja. Ez az átkelés most szó szerint vízválasztónak bizonyult, hiszen a rudli új uralkodót kapott.
amikor beköszönt ezer színével az ősz, a mellékágak vizei letisztulnak, a borongkövölgyi erdők legszebb pompájukban ragyognak. A barcsi borókás mentén megkezdődik a rackák téli szállásra hajtása. A közel 100 példányból álló nyáj feketén hömpölyögve éri el a drávaszentesi állattartó telepet. Zárul az évkör, lassan minden elcsendesül. A nagy folyók mentén élő teremtmények tudják, messze még a kikelet. A rétisasok jövője errefelé reményteli. Hamarosan ismét tatarozni kezdik fészküket. Az állandó változást hozó nagy folyók ölén a körforgás az, ami örök.